A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem anatómiai előadó termében vagyunk. Dr. Szentágotai János akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szemügyre veszi előadásának illusztrációit. Az elmúlt hetekben már ismertette a mozgás, a keringés, a táplálkozás, a légzés és a kiválasztás szervrendszereit. Ma a nemi szervekről beszél önöknek. Kedves nézőink! Az élő világban általános elv, hogy a szaporodással kapcsolódik a nemeknek a kettéválása. Ez főleg általános és megszokott az állatvilágban, ahol az állatfajok messze többségében a két nem, két különböző fajta élőlényben, a himnemben és a nőnemű élőlényekben fordul elő. A két szervrendszer lényegileg ugyanabból az embrionális telepből alakul ki, eleinte hosszú ideig meg sem lehetne különböztetni a két nemet, bár a nemet magát a kromozómáknak a jellege határozza meg. Nézzük meg most, hogy emberben milyen módon jön létre ez a szétválás a két nemi készülék között, és a két különböző irányban való fejlődés. Ezt megtekinthetjük először ezen ábrán, amely egy emberi embriónak nagyon korai időszakát mutatja, egy a szikójakról éppen levált emberi embrió, melynek még az idegcsöve is, az idegtelepe is éppen csak záródott, a szikójakot itt kell elképzelni. Ennek az egy előső nyúlványa a fejbél, amiből itt fog majd kinyílni a szájüreggel való kapcsolat, és itt alul ez az alsó része az utóbél, ennek van egy visszakanyarodó csücske a köldökzsinór felé, és ez a rész itten az embriónak az alsó végén, a tájékán itt a bélcső és a test külső felületét borító hámréteg, ezek egész körül, közel kerülnek egymáshoz, ez a kloáka membrána, ez fog majd később kinyílni. Talán egy egyszerű, sémás rajzot készítek, egy embriónak a korai keresztmetszetéből, egy korai embriónak egy keresztmetszetéből, a gerinces embriónak a jellegzetes szerkezete az, hogy itt a idegcső, tehát egy cső alakú szerv, az idegrendszer, akkor előtte a gerinchúr, egy tömör sejtcső, és előtte a bélcső, megint csak egy hámcső, amelyből később a tápláló csatorna fejlődik ki. Na most ezt körülveszi a középső csiralemez, amely egy kettő sejtlemez, amely itt egy kettőzet formájában éri el a belet, így veszi körül, és itt a testüregnek a belső falát béleli, ez lesz később a későbbi hashártya. Vannak ennek más részletei is, de ezekkel most ez alkalommal nem foglalkozunk, tehát a középső csiralemeznek más része is alakulnak ki. A nemi szervek ezen a területén, tehát a hátulsó testüreg, ez a testüreg, amely a bélcsövet foglalja magába, ennek a hátsó táj, ennek ezen a tájékon a szövetek megszaporodnak, és itt ezen a területen kidudorodás keletkezik mindkét oldalban. Itt jön létre már igen korai embrióban az ősmese, olyan szerv, amely az alacsony rendű halaknak a működő vesélye, tehát amellyel a vizeletüket készítik. Ennek ez a test egész hosszában kifejlődik, majd azután vissza is fejlődik, azonban ennek egy része emberben is, tehát a legmagasabb rendű élőlényben is megmarad, és ebbe a telepbe, tehát a gonád telepbe, vagy ivarmirigy telepbe, jobb hiány kérem, magyarul ivarmirigynek nevezzük az ivarszerveknek ezt a lényegi részét, azt a sejtett páros szerv, amelyikben mindkét nemben
az megtermékenyítő vagy megtermékenyítésre alkalmas sejtek termelődnek és jönnek létre. Na már most ebbe a területbe vándorolnak be valószínűleg már igen korán, tehát a fejlődésnek a legelső pillanataiban válnak külön azok a sejtek, ezeket itt kis karikákkal jelzem, és valószínűleg a bél mögötti kettőzetben, a bélhez menő hashártya fodornak a kettőzetében vannak benn rejtett állapotban az első pár 45-48-64 sejtes stádiumban, tehát igen korai időben már elválnak azok a sejtek, amelyekből ivarsejtek lesznek, és ezek valami módon ide bevándorolnak ebbe a telepbe, más sejtek is vannak, de eleinte csak pár 5-10 ilyen sejt van mindkét oldalon, amelyek az ősei minden ivarsejtnek, tehát minden petesejtnek, ami a petefészekben előfordul, és mindannak a sok milliárd hím ivarsejtnek, amelyet a here, a hím gonád termel. Na most van ennek az ősvesének azonban egy kivezető csöve is. Ezen az ábrán itt láthatjuk ezt a már egy jóval későbbi stádiumot, ahol itt ez a haránt kis kacskaringós csatornákat tartalmazó kis szerv, ez a gonád, itt még a semleges stádiumban, tehát amikor még a hím és a nőnem között differencia nincsen, ez volt tehát az ősmesének az a megmaradó része, és ennek, ugye ezek a kis zöld csatornák, akik színesben látják, hogy ezek zöldek, akik szürkében látják, szintén fölismerheti, hogy ebbe a pöttyözött csatornába vezetnek be. Ez az ősmesének az eredeti kivezető csöve, az ősvese vezeték, vagy Wolf-féle cső. Na ez a cső, ez itt oldalt alakul ki, az ősvesének az oldalsó csővezetéke, és ebbe vezetődtek le az ősvese testecskék eredetileg, de nem az ős ivar sejtek, hanem más sejtekből álló testecskék. Na most, kérem, ettől még oldalt a testfalnak a hátulsó részén itt ennek a falnak, tehát ennek a rétegnek a betűrönkedésével még egy cső keletkezik, ez a Müller-féle cső. Tehát a Wolf cső, így írják, egy német, majd Pétervárot élt, 18. századi neves kutató, tulajdonképpen a tudományos fejlődést annak a megalapítója, és Müller, egy német, a múlt század elején élt, Müller cső, Johannes Müllernek hitták, aki ezt a csövet először leírta. Ez tőle oldalt helyezkedik el ez a cső, és ezek, mind a két cső leszáll, és az embrió kloákájának, tehát abba a területbe, a hátulsó testnyílásba, ami hüllőkben és madarakban még közös. Tudja mindenki, aki valamit tud egy csirkéről, mondjuk csirkének a felbontását megnézte, már tudja, hogy azoknak csak egy alsó testnyílásuk van. Na ez az alsó testnyílás úgy képzelendő el, hogy itt a szikhólyagról lefűződött embriónak a itt van a szikhólyag, tehát ugyanazt, amit itt a táblán láttuk, még egyszer felrajzolom, és ennek azután van egy ilyen visszakanyarodó része, amelyik bemegy a köldökzsinórba. Na most ez az utolsó bélszakasz, ebből a sarkantyúból, képzeljünk el, ez a sarkantyú mindig lejjebb nő, itt van az embriónak a hátulsó testvége, faroknyúlvány, és így itt visszakanyarodik, és aztán itt megy a köldökzsinórba az embriónak a felülete. Itt, ezen a területen ez a hártya, ez nagyon vékony, és ez a válaszfal fokozatosan ide lenő, és ezáltal az eredeti közös nemi nyílás, tehát egy nyílás, amely egyébként az egész utóbelet itt megnyitná és közlekedtetné a külvilággal, ez már eleve két részre válik, egy majd leendő hátsó nyílás, amely végbél nyílás, és egy előső nyílásra, amelyik pedig a nemi szerveknek a nyílása. Ez tehát a kloákának az előső maradvány, ez tehát a végbél hátul, ez pedig a kloákának az előső maradványa. No kérem, ebbe nyőnek bele azok a csövek, amelyekről az előbb beszéltem. Ezek a csövek, tehát amelyek itt jóval oldalt, itt nőttek lefelé, ide, ebbe a kloáka maradványba nyílnak be, megkerül a végbele, oldalról nyílnak be. Ezekről kell tehát a következőkben részletesebben szólnunk.
Na nézzük meg most, kérem. Itt. Tehát akkor ez, amit a színesben, akik színesben nézik, látják, a Müller-cső, ez megvan mindkét nemben, de ez a nőben fejlődik ki a női genitális csatornává, a felső része a méhkürté, az alsó egyesülő, látjuk itt el a szaggatott vonal egyesül, az egyesült részből lesz a méh, és a Wolf-cső, ez a pettyegetett cső rész, amelyikből eredetileg levált a vesének a kivezető csöve, ez pedig szintén ide lejön, ez nem egyesül egymással, hanem mind ebbe az alsó részébe az előső kloáka maradványnak nyílik be. Na most a férfi esetében a fejlődésnek a menete az, hogy a kapcsolat a herévé átalakuló ivarvirigy és a Wolf-cső között ezek a csövek, amelyek eredetileg tehát az ősvesének a vizelet elvezető csövei voltak, ezek megmaradnak, ezek képezik a későbbi mellékherét, és ez marad meg, mint férfi genitális csatorna, amely végül csatlakozik ehhez az előső kloáka maradványhoz, ehhez a csőhöz itten, és ez lesz később, ennek a folytatása alakul majd tovább ki férfi húgycsővé. A nő esetében a fejlődés más, tehát, és még férfiben, itt látjuk, hogy fölülről lefelé szaggatottá válik, elsorvad, eltűnik a Müller cső. A férfi ivar mirigy nem marad helyben, hanem az embrionális fejlődés későbbi szakaszán fokozatosan lecsúszik a hashártya mögött, és a hasnak előső falán lévő előre kész nyíláson keresztül kijön, és a külső test felületen, a bőr alatt, a here zacskóban helyezkedik el. Ez fontos mozzanata a herék fejlődésének, amely az egész férfi embrionális vagy fiú embrionális fejlődés során állandóan zajlik, egy darabig megáll, majd megint tovább megy, általában egy érett fiú magzatnak a heréi már a hasfalon keresztül kijöttek, és a here zacskóban helyezkednek el. Magukkal vonszolják persze az eredeti cső alakú összekötetésüket, hiszen ha elvesztelik a cső alakú összekötetésüket, nem volna eredményes. A nő esetében a fejlődés más. Látjuk itt, hogy a két Müller cső, amely eredetileg csak vékony cső, itt ezt oldalnézetből látjuk, ez itt a húgyhólyag, ez itt pedig a Müller cső, a húgyhólyag mögött, tehát nem nyílik be úgy, mint ahogy a Wolf cső, amelyik benyílna itt az alsó kloáka maradványba, az alsó kloáka maradvány itt összeszűkül, hanem a mögötte még mindig az alsó kloáka maradványba, tehát ide ebbe a részbe, ide a legalsó részében, ez később annyira kijön, hogy ez a külvilággal közlekedik, eddig a két Müller cső egyesült része, amit itt pirosan látunk, ez a méh, és ebből, valamint a kloáka maradvány falából másodlagosan alakul ki a hüvely. Látjuk, itt már a végbél teljesen külön van hátul, tehát ez egy jóval későbbi stádium tükröz. A női ivarmirigy, a petefészeknek is megbolnának ezek a kivezető csövei. Ezek azonban csak mint jelentéktelen kis fejlődéstani maradványok maradnak meg. A női ivarmirigy vagy ivarszerv teljesen önálló marad, és mint petefészek leszáll, de fele úton a leszállásban megáll, és hozzá közel végződik a Müller cső, ez a cső szabadon nyílik a hasüregbe. Ez tehát sematikusan és durván a női nemi szerveknek a kialakulása. Tulajdonképpen a hím ivarszervnek a további kialakulása az azáltal történik, ezt majd a filmben látjuk részletesebben, hogy a kloákát körülnövi két ivarredő, nőben ez a fejlődés nagyon korán megáll, ezért egyszerűen egy hosszanti rés, az ivarrés, a szeméremrés marad meg, amelyikben előrébb nyílik a húgyhólyagból a húgycső, és mögötte a hüvely. Férfiben ez az egész, ez a két ivarredő egymással egyesül, és belül lesz a herezacskó, és egészen egyesül, egészen egy kis gumószerű kiemelkedés, amely később majd a hím vesszőt alkotja. Tehát ez eredetileg külső test felett, ami összezáródás által záródik össze csővé. Nézzük meg most először a női nemi szerveknek a szerkezetét anatómiai szempontból. Itt látjuk a medencének
egy középirányú petszetét, amelyen majd a filmen részletesebben és modell formájában látjuk a női nemi szerveket. Látjuk itt, hogy itt van a szemérem csontoknak az összeilleszkedése, hátul a keresztcsont, itt hátul ez a végbél, ez a, akik színesben látják, ez a zöld, de egy jelzett vonal, ez a hashártya, ami az egészet beborítja a medence feléki szerveket fölülről, ez a húgyhólyag, a húgycső, ezek itt nyílnak ki a női szeméremelésbe, tehát ez annak az elülső kloáka maradványnak a legalsó darabja, és itt látható a méhnek az átmetszete, ez egy elég tömör, simajzom szerv, körülbelül olyan, mint a madárzúza, csak nem annyira kékes-piros, hanem gyengén rózsaszínes, belül egy nyálkahártyával bélelt, elég vaskos nyálkahártyával bélelt lapos üreg, majd pedig ennek egy kivezető csöve, ez nyílik be a hüvelybe, ez a ugye a hüvely, amely összekötetést létesít a női genitális csatorna és a külvilág között. Na most a Müller cső, miután ez két cső volt, amely alul egyesült, és az alsó szakasza egyesült, ebből lett a méh, a külön maradt darabja ez a méhkürt, ez egy csőszerű, és visszahajló a méhből, előbb a medence oldalfalához, a medence oldalfalán visszahajló, és ott nyíltan a hasüregbe nyíló képződmény, és ez ráfekszik a petefészek. Látjuk, tehát a petefészek, amely körülbelül ebben a magasságban fejlődött embrióban, azért lejött valamicskét, de nem ment le annyira egész a külső test területre, mint férfiben a here. Tehát ez lenne itt a petefészek. Ennek magának kivezető csöve nincsen. Na most a méhnek a nyálkahártyájáról talán még pillantást, már a filmen sokkal részletesebben fogunk egyes dolgokat látni, és majd a méh nyálkahártyára még vissza kell térnünk. Itt nézzük meg, így látja a pásztázó elektronmikroszkóp. A pásztázó elektronmikroszkóp az egy olyan különleges elektronmikroszkóp fajta, amikor egy elektronsugár végig pásztázza a szervnek a felületét, amit persze megfelelő módon előkészítettek, és a visszaverődő elektronsugarat egy számítógép helyreállítja, tehát egy visszaverődésből keletkezett kép. Azonban igen nagy nagyításon, nem olyan, mint az igazi elektromikroszkópia, de mégis egy igen tökéletes képet nyújtunk. Itt láthatók a sejteknek a felülete, egy kisebb nagyítása, itt vannak a mirigy kivezető csövek. Itt látható, hogy a sejtek közül, ezek mindig sejtfelszínek, ugye a hámsejtek általában ilyen hasáv alakúak, és egyesek, ezek közül egyeseken csillók vannak. Ezek a csillók állandóan csapkodnak, ugye nagyon szépen láthatók itt a csillók. Még sokkal több csilló van, amelyik kürtben, tehát ebben, amelyek csilló mozgása állandó áramlást tart lefelé a méh felé, és a méhből kifelé a méhszájon keresztül a hüvely felé. Ezért nem lesz baj abból normálisan, hogy nőben, a nőnek tehát nyitott hasürege van. A méhkürt a szabadon nyílik a hasüregbe, tehát egy rendkívül kényes és fertőzés, nagyon érzékeny szerve a nőnek állandóan nyitott, férfiben ilyen nincs, mert a Müller-cső teljesen elsorvad, még sincs ebből semmi baj, mert a csillószőrök állandóan a hasüreg felől kifele csapkodnak, és ezáltal állandó finom nyákáramlást tartanak fenn a méhkürtön keresztül kifelé, a méhből kifelé, a méhszájon keresztül ki, no itt aztán már egyszerűen bekerülnek a hüvelybe, ahol ugyan vannak baktériumok, de egy speciális baktériumfajta, amely minden mást igyekszik kipusztítani. Na most nézzük azonban tovább a filmünket, és vizsgáljuk meg ezen, hogy a női nemi szervek modellben hogyan néznek ki. Na látjuk itt, nem? Ezen a modellon, hogy itt elől ez a húgyhólyag a nagyon rövid húgycsővel, amely már teljesen külön vált, ez is most el is forog, ez a méhnek a teste, amely ráhajlik a húgyhólyagra, és a belőle oldalt kijövő a két Müller csőnek a külön vált része, látjuk, itt most már csak az oldalát látjuk, ez a visszahajló méhkürt, amely ilyen cafrangos végekkel ráhajlik, így, ilyen módon visszahajlik a petefészekre, és itt látható a kivezető cső nélküli petefészek. Na most egyszerre, ugye a modell megjelenik a fölvágott petefészek, amelyikben részben különböző érettségi stádiumban lévő tüszőket találunk, ebben vannak a petesejtek, és itt látunk egy úgynevezett sárga testet. Egy belső elválasztású szerv, amely egy előzetesen megérett tüszőből keletkezett. Na itt látjuk, kérem, a méhnek az átmetszetét, a méhnek a testének a nyálkahártyát, a nyakcsatornáját, és itt a méh szájat,
A méh az beledomborodik a hüvelybe, és itt egy kötő tűz szúrás nyílással nyílik. Itt látható a méh nyálkahártyának tovább fala. Köszönöm szépen, talán akkor most visszatérünk a méh nyálkahártyára. Na most a méh nyálkahártyát ezeken a képeken láthatjuk talán legvilágosabban. A méh nyálkahártyát, mint ahogy a filmben részletesen fogjuk majd a későbbiek során látni, a méh nyálkahártya állandó változásban van ivar érett és menstruációs ciklusban lévő nőben. És pedig tulajdonképpen az történik, hogy miután minden nőben, minden hónapban, illetve helyesebben minden 28 napban, normális ciklusban, valamelyik petefészkében, valószínűleg váltakozva, egy-egy petesely érik meg. Itt látunk tehát egy alapvető különbséget férfi és nő között, amely abban áll, hogy míg a leány magzatban néhány hónapos magzati korra megvan az a 450 ezer petesejt, ami egyáltalán van. Azt mondhatná valaki, hogy kérem, ez elég sok. Hát elég sok, persze, mert hiszen egy nő egész életében, tételezzük, hogy 13 éves korában kezd menstruálni, és sose lenne gyermeke, mert a terhesség és szoptatás alatt nincs tűzőérés, tehát petesejtek nem érnek meg. Tehát mondjuk sose lenne gyermeke, és mondjuk 45-50 éves koráig állandóan menstruálna, akkor 450 petesejtre van szüksége egészben. Tehát ennyi a petesejt, a 450 ezerből csak 450-nek van egyáltalán módja, hogy megtermékenyülhessen, de ha már egy megtermékenyül, akkor az elfogyaszt több mint egy évet abból az időből, tehát a többiek közben még le kell, hogy maradjon. Ezzel szemben a férfi ivarmirigy állandóan produkálja milliárd számra a hím ivarsejteket, ez az egész állatvilágban, sőt még a növényvilágban is eléggé általános, hogy a hím ivarsejteket nagy tömegben termeli a természet, nagyon nagy vonalúan bánik vele, míg a női ivarsejteket, a nőnemi ivarsejteket, azokat kis számban termeli. Na most a nőben a méh nyálkahártya állandó ciklusos változásban van, és pedig a petefészekben lezajló változások, hogy milyen érett állapotban van a tűző, vagy éppen kiugrott, és a helyén egy sárga test fejlődött ki, ez szabályozza a méh nyálkahártya ciklusát, amely minden 28 napban egyszer egy ilyen vérzéses váladékkal emberben, ugye menstruációnak nevezünk, leválik, és akkor helyre áll pár nap alatt a méh nyálkahártya. Ez tehát egy ilyen menstruáció utáni korai szakasz, látjuk, mint az elektromikroszkópi képben is láthattuk, csak nagyon kevés, kissé olyan kanyargós mirigy van a méh nyálkahártyában. Látjuk itt, hogy a méh nyálkahártya az izomfalon közvetlenül fekszik föl. A méh nyálkahártya az valósággal belekapaszkodik az izomfalba, ez fontos, a méh lepénynek a szüléskor való leválás, akkor az egész méh nyálkahártya elvész, tulajdonképpen csak a mirigyeknek ez a legalsó csücske marad meg, amely már félig az izomfalba van benne, és ebből kell az egész méh nyálkahártyának a szülés után néhány nap alatt helyreállni, és aztán majd később, amikor a ciklus újra megindul, akkor kialakulnak a mirigyek. Na most hormon hatásra minden hónapban egyszer ez a méh nyálkahártya hatalmasan megvastagszik, és a mirigyek rendkívül kanyargósakká lesznek. Tehát egészen egy dugóhúzó olyan szerű, átmetszetben persze ilyen csipkésen néznek ki. De mindezeket, tehát ez az a stádium, mielőtt a menstruáció bekövetkeznék, amikor a pete ide beágyazódhatna, az egésznek az értelmes célja tehát az, hogy a méh nyálkahártya minden hónapban, tehát minden 28 napban, egyszer előkészül arra, hogy egy netalán megtermékenyült petesejt ott be tudjon telepedni. Nézzük azonban tovább a filmet, amelyen ezeket a viszonyokat tudjuk követni. Hát látjuk itten a méh nyálkahártyának a képét, itt láthatók ezek a mirigyek, itt láthatók csavarosan fölfelé jövő erek, ezek furcsa ilyen nagy vénás tavakba, a sötétek, illetve akik színben látják kéken, ugye egy vénás tavak, amelyek részben az artériák közvetlenül közlekednek, részben azután hajszáleres rendszeren keresztül. Ez kérem egy olyan stádióban, látjuk itt a fölül nézett a méh nyálkát, itt ez menstruációs stádiumot mutatja, tehát amikor az egész tönkre megy, az egész összeomlik. Itt láthatók, hogy a mirigyeknek csak kis részei maradtak meg. Na most
Itt látjuk megint kezd helyreállni, de látjuk még milyen kezdetleges ér, a mirigyek milyen rövidek, és most visszamegy a kép, ugye ismét a méh nyálkahártyát látjuk magunk előtt. Na nézzük meg itten még egyszer, most visszatérünk a petes petefészekre. Ez egy érett petetűsző. Ennek a falában sejtektől körülvéve egy jó nagy sejt ez a petesejt. Nézzük meg, ez egy állatban a tüsző repedést. Hormonális hatásra a tüsző fölreped, kijön belőle a petesejt, itt látjuk, bekerül mindjárt a méhkürtbe, és itt megkezdi vándorlását, ami kb. 72 óráig tart, itt meg kell neki pár óra alatt termékenyülnie. De ezzel most már át is mentünk, köszönöm, a férfi nemi szervekhez, és a női nemi szervekben, tehát, hogy összefoglaljam, akkor láthatjuk, hogy a lényeg végeredményben, hogy egyszerűen két csőszerű járat, amely nem közvetlenül közlekedik, de nagyon közel nyílik az ivarsejteket, tá a megtermékenyítésre való petesejteket termelő petefészekhez, abba bekerülnek a petesejtek, ha a méhkürt vándorlásában az első pár órában megtermékenyülnek, akkor megindul a fejlődés, és a megtermékenyült petesejt beágyazódik az akkora, mint az előbb láthattuk, a szövettani ábrában már a beágyazódásra előkészült, megvastagodott méhnyálkahártyával. Egy megfelelő hormonális jelzés folytán ekkor a menstruáció nem következik be. De térjük, nézzük most meg a férfi nemi szerveket. Előbb talán egy anatómiai ábrában. No kérem, a férfi nemi szervek esetében, tehát láttuk, ugye, hogy az ivar mirigy, a here, az nagyon korán leszállt, és a gáttájéknak, tehát az alsó testfalon egy vékony, ráncos bőr zacskóban helyezkedik el. A hasfalnak egy nyílásán keresztül az úgynevezett lágyék csatornán át kijött, és ott jött ki a here, tehát a kivezető csöve ott kell, hogy visszamegyen, és úgy csatlakozik vissza ahhoz az elülső kloáka maradványhoz, amelyik a húgyhólyagnak az alsó részéből lesz, és amelyik a húgycsőnek a kezdeti képviselő. Na itt ezen az ábrán látjuk itten a férfi genitális csatornának a végső szakaszát, itt fölül van a húgyhólyag, a húgyhólyagnak a kiáratát körülveszi az egyik fontos járulékos nemi virigy, amely járulékos nemi virigy a prosztata, ugye ez az, amely idősebb férfiaknál mindenféle bajt okoz. Ennek a kivezető csövei itt nyílnak be a húgycső kezdeti szakaszába, ez a két nyílás itt. Ez a két dűzni-szerű nyílás, ezen keresztül csatlakozik a férfi nemi csatornának a kivezető csöve itt a prostatán keresztül a húgycső felső részéhez. A Müller-cső maradványa is itt lenne valahol, de ez csak mint fejlődéstani maradvány marad meg. Na most a továbbiakban idáig volt eredetileg Müller-cső, a többi a külső, a gát felületéből záródott cső a húgycső, amelyik azután a gátról elválva a hímvesszőben egy sajátságos, szivacsos szerkezetben folytatódik. Bőrrel borított hengerdet a nyugalmi állapotban a hasfal alsó részéről, illetve a szeméremcsont tájékáról lecsüngő képződménynek a vége egy ilyen a maghoz hasonló, tehát a mag terméséhez hasonló területen végződik, és ezzel egy kis nyílással ér véget a húgycső. Keresztmetszetben a hímvessző így néz ki, látjuk, hogy középen egy ilyen fésűs, hát itt nem látjuk, hogy ez fésűs, itt látjuk, mert középen van fölmetszve, és szét van hajtva. Ez a sajátságos, szivacsos, úgynevezett barlangos test. Tulajdonképpen ezek végtelenül kitágult nagy hajszál erek, amelyekbe itt látjuk két hatalmas érvezetbe, és nézzük meg most, itt ezen a több szelvényen a hímvesszőnek, ennek az alsó részén így ugyancsak szivacsos, de sokkal gyengébb szerkezetű szivacsba beágyazva van a húgycső. Tehát ez, amit itt látunk, ez a húgycső, amit itt akik színesben látják, hogy rózsaszínen ábrázolja a nyálkahártyát, ez a verőér látjuk itten, ilyen mellékágai, amelyek bevezettek ezekbe a barlangüregekbe, ezek az erek erősen kanyargósak, persze, mert hiszen a hímvesszőnek nem izgalomkor való megnagyobbodása, meghosszabbodása és megkeményedése, ez azzal járna, hogy ezeket képzeljük el egy gumicsövet,
ha nagyon meghúznánk, akkor ugye a lumene, az ürege nagyon beszűkülne. Na hát kérem, régen rossz volna, ha ugye a hímvesszőnek a megmerevedése és meghosszabbodás megnövekedése ezeket az ereket kihúzna, tehát ezért már előre biztosításként be vannak építve a kanyarulatok. Na ezek az erek aztán nyíltan benyílnak ezekbe a barlangokba, ezek a barlangokból a vér csak itt a hímvesszőnek a felületén a külső barlangokból vezetődhet el a gyűjtőerekbe, amelyeket itt ugye színesben látják, úgy kéken látjuk, ez a hímvesszőnek a felső oldalán futó gyűjtőérrel vezetődik el. Na most ezek az erek, ezeknek az ereknek a falában egy rendkívül szellemes mechanizmus kerül beépítésre, és pedig ezekben képzeljük el, itt az érnek az ürege, ahhoz ártériák ugye elég vastag faluak. Na most ezekben ilyen hatalmas párnák vannak, úgyhogy az átmérője a lumennak tulajdonképpen, tehát az üregnek az átmérője félhold alakú. Ez olyan kéne, mint egy jó vízcsap. Kérem, mi a jó vízcsap? Nem az, amit az üzletekben lehet kapni, hanem amilyennek kellene lenni, hogy egy félfordítással, ugye a modern, jó, modern technológia szerint épült vízcsapnál, egy félfordítással megnyitjuk, akkor teljes sugárban folyik be a víz, és egy félfordítással tökéletes, ez a kemény fél órát tekerni, hogy valami csurukjon belőle, és megint egy fél órát visszatekerni, hogy megint elzáruljék. Na kérem, ilyen jó vízcsap a hímvesszőnek az erei. Na most kérem, minimális összeutat, nyugalmi állapotban ennek az izomzatnak a tónusa, mert itt vannak a sima izmak, amelyek az érfal jelentékeny részét képezik, ezek tehát ezt a párnával együtt, ezt a félholdalakú üreget tökéletesen zárva tartják, csak minimális egy pár vérsejt csörgetezik keresztül rajta. Egy ideg impulzusra egy kicsit meggyengül az izmoknak a tónusa, abban a pillanatban itt a vér sokszoros mennyiségbe áramlik be, és bekerül mind az egérfogóba, bekerül ezekbe a barlangokba, kitölti őket, de tovább nem tud menni, mert a vénás elfolyásnak a lehetősége kicsi. Mindaddig, míg ez a bő vérfolyás van, addig kérem bekerül ide, benn van az egérfogóban, tehát ezzel tölti fel és feszíti ki a szivacsot, és teszi a hímvesszőt alkalmassá arra, hogy behatolva a női nemi szervekbe ott a hímivarváladékot, a benne lévő ondókat leadja. Na de nézzük tovább a filmet, ahol ezeket kicsit gyorsítva és lényegileg hasonló módon láthatjuk. Itt látható, tehát a kutyhólyag, itt van a here, és itt láthatók ezek az erek, amelyekről az előbb már részletesen beszéltem, a hímvessző, itt látható ez a sötét, a prostata, itt látható ez a herének a kivezetőcsőve, ez a mellékhere, ugye az, amelyik a régebbi, ugye Wolf csőnek az a kivezetőcső rendszere. Itt eltávolították a modellben a hólyagot, itt látjuk, hogy még egy további ivarmirigy, már egy ilyen férfi genitális csatorna mirigy van, az ondóhólyag, itt a prostata most fölnyitottan látható, a hímvesszőt is fölnyitva látjuk ezeket a barlangos testeket, itt a mellékhere, a here, tehát mindazokat a dolgokat, amikről beszéltük, ez itt a makszerű vége a hímvesszőnek, itt látható a prostata, a húgyhólyag el van távolítva, ez maga a húgycső, itt nyílik bele a herének a kivezetőcsöve, mindjárt meglátjuk itt, ez a belső felszínt akarja csak úgy, de mindjárt meglátjuk itt, mintha itt az ondó jönne fölfelé, látjuk itt a húgyhólyag hátsó részét, ide bekerül. Na most itt az ondóhólyag, hólyagnak nevezzük, de semmi köze sincs az ondóhoz, egy váladékot termel, és itt látjuk a prostata váladékot, és így jut be a húgycsőbe az egész mirigy váladék, amely így áll össze, és kerül ki a húgycsőt keresztül, és jut be a női nemi szervekbe, ahol azután a hüvelyből a vándorlását fölfelé a méhen keresztül. A hím ivarsejtek, azokról mindjárt fogunk majd egyes dolgokat látni, a hím ivarsejtek azok tehát mozgóképes sejtek. Itt látjuk meg a herét, a here egy lebenkés szerv, rajta a mellékhere, itt vannak ezek a kivezetőcsövek, tulajdonképpen eredeti ősvese vizelet elvezető csövei, amelyeket a természet fölhasznál. Itt most látjuk, hogy tulajdonképpen önmagában zárt csőrendszer, most egyetlen ilyen csövet, ebbe történik egész életünkben, már az egész élet során az ondó sejtek a termelése, ez a kanyarodott cső elvezeti. Most kérdezik, ez fölvágottan mutatja, és majd egyetlen ilyen kivezető, egy ilyen here csatornácskát fog mutatni a film mindjárt, hát jók, most megnagyobb, hogy ez egy ilyen csatornácska, ennek a fala tele van sejttel, és itt belül már a készülő ondó sejtek láthatók.
majd mindjárt meglátjuk ezt. Fölnagyítjuk ezt a képet. Itt állandó, gyors szaporodásban lévő magas életkorig, kérem, 80 éves férfi is elvileg nemzőképes maradhat, itt különböző sejtoslási stádiumok láthatók, köszönöm szépen. Na, nézzük még egyszer meg, hogy hogyan is néz ez ki a pásztázó elektronmikroszkópi képben. A pásztázó elektronmikroszkópi képben, tehát itten föltörtek egy herecsatornácskát, és itt látható, hogy az ondó sejtek, amelyeknek a feje itt ezek a kis képződmények, azoknak a farkai pedig itt a széttört csőnek az üregében itt láthatók szabadon. Tehát ez a pásztázó elektronmikroszkóp, itt a fala a herecsatornácskának, itt pedig vannak azok a sejtek, amelyekből az ondó sejtek lesznek. Na, egy pár szót, talán engedjék meg, hogy egy pár szóval még az ondó sejteknek a fej.